A 18. század elején a Habsburg monarchiához tartozó Szabadka népesebb településnek számította maga közel 2000 lakosával. 1743-ban kamarai mezővárosi rangra emelkedett. Az ifjúság nevelését és az oktatását még az egyház irányította. Valamikor a 60-as években, tehát a 18. század 60-as éveitől kezdődően érezni lehetett ebben a birodalomban, hogy új idők jelentkeznek, és hogy a francia felvilágosodás eszméi már beköltöztek úgymond Bécsbe is, és az uralkodónak számos olyan tette volt, és itt most Mária Teréziáról beszélek természetesen, ami bizonyította ennek a felvilágosodás eszméjének a jelenlétét magában a burgban is. A felvilágosodás eszméjének hatására az udvar a század közepén élesen bírálta az egyházi oktatáspolitikát és szükségesnek tartotta az iskolák korszerűsítését. Megfogalmazódott az igény, hogy az állam vegye át az iskolák irányítását, világi alapokra helyezve az oktatást. Mária Terézia az 1770-es években a tanügy nagyszabású reformját hajtotta végre, kijelentette: az iskola politikum, és az is marad. Az 1773-ban feloszlatott jezsuita rend vagyonának jelentős részéből tanulmányi alapot hozott létre az alsó, a középfokú oktatás, valamint az egyetem támogatására. 1775-ben az uralkodó az udvari kancellária egyik fiatal tanácsosát, Ürményi Józsefet megbízta a magyar iskola rendszer átfogó reformjának kidolgozásával. Ezt mi úgy ismerjük, hogy ratio educationis, ami 1777-ben látott napvilágba, akkor írta alá Mária Terézia, és gyakorlatilag ez a történelmi Magyarország területén lévő oktatási rendszert próbálta megrendszabályozni. Első paragrafus. A nevelésügy helyes elrendezésének szükségessége és az erre vonatkozó rendelkezési jog fenntartása Magyarországon a király számára. Mindig fontos szerepet játszott a jó erkölcsű népek körében az ifjúság helyes nevelése és az egész oktatás irányítása, mert úgy látták, ez az országok szilárd alapja, ettől függ a közjólét. Bizony nem ok nélkül vélték így. Ha pedig a közügyek kedvező alakulása mindig az Isten őszinte tiszteletéből, a vallásos hit szilárdságából, az uralkodó iránti hűségből, a haza és a polgártársak szeretetéből, mint megannyi forrásból származik, akkor valóban könnyen megérthető, komolyan törődni kell azzal, hogy kellő időben elvessék a gyermekek bontakozó lelkében e tulajdonságok magvait. Fejlesszék az ifjúkorban, s végül mintegy a teljes érettséghez és tökéletességhez juttassák azokat. Éppen ezért őseink rendelkezése alapján, mint minden másról, arról is bölcsen gondoskodás történt, hogy a nevelés és oktatás ügy felső szintű felügyelete és irányítása hazai törvényeink szerint maguknak a királyoknak fenntartott felségjogok közé számítson, s hogy e nagy horderejű ügyben hozott rendelkezések végrehajtása pedig az ország közigazgatási főhatóságainak legyen a feladata. Ennek következtében az ifjak széleskörű nevelése és a tudományok oktatása egyetlen célra összpontosul, fejlődő lelküket egyre inkább töltse el az erények szeretete, éretté bontakozzanak ki természettől kapott jó képességeik, fokozatosan finomodjék megismerő tehetségük, tiszteletre méltó törvények szellemében formálódjék akaratuk, azokban a tudományokban pedig kiműveltessenek, amelyek később kinek-kinek hasznára és segítségére lehetnek. Végeredményben tehát, hogy az egész oktatás-nevelés meghatározott egységes szervezeti rendje érvényesüljön mindenütt az országban, és a jelen szabályzat jótékony hatása mindenkihez egyenlőképpen eljusson. Mária Terézia idején először oktatásunk történetében jelentkezik az a fogalom, hogy kötelező népoktatás. Ez alatt azt kell értenünk, hogy 6-tól 12 éves korig kötelező volt a majdani gyerekeknek iskolába járni. Ez az oktatás anyanyelvi oktatás
kellett, hogy legyen. A Ratio Educationis pontosan meghatározta az oktatás egyes fokozatait. Az elemi oktatást egy tanítós falusi, két tanítós kisvárosi és három vagy négy tanítós nemzeti iskolákra osztotta fel. A tanítás nemzeti nyelven folyt. A középfokú tanintézményekben már német és latin nyelvű volt az oktatás, mert úgy tartották, a nemzeti nyelvek nem alkalmasak a magasfokú tudományokra. Miután a királynő ellátta kézjegyével ezt az oktatási törvényt, akkor kihirdették a vármegyékben is. Bács vármegyéhez tartoztunk ebben az időben még, Bács-Bodrog vármegye majd csak a századfordulóra alakul ki. Nos tehát a mai Bácska Bács vármegyét alkotta, székhelye Zombor volt, ami később a Bács-Bodrog vármegye székhelye is lett, mint szabadkirályi város. Hogy amikor Bács vármegye kihirdette a Ratio Educationist, és ez Újvidéken történt, mert hogy éppen ott tartották a vármegyei ülést, akkor, és november 10-én volt mindez, akkor többek között rendelkeztek arról is, hogy a megye területén tekintettel, hogy nagyon sok tanítóra lesz szükség, és abból igen kevés volt, vagy egyáltalán nem is volt. Tehát a megye területén meg kell szervezni a tanító képző tanfolyamokat. Évente kétszer, novembertől áprilisig, illetve áprilistól augusztusig. Gyakorlatilag ebben az első periódusban, tehát a novembertől áprilisig tartó időszakban azokat a tanítókat képezték ki tanfolyamokon, akiknek még nem volt gyakorlata a tanításban. A következő rövidebb periódusban pedig azokat a tanítókat, akik már valamiféle gyakorlatra tettek szert, de az korán sem elégítette ki a kor igényeit. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy végül is ebben a Bács vármegyében két város is rögtön a Ratio meghirdetése után fölvállalta a tanítók képzését. Ez pedig Zombor volt és Szabadka. Zomborban a görögkeletiek, azaz a szerbajkú tanítók számára indult tanfolyam, Szabadkán pedig a katolikusok számára. Ezen nem kell csodálkoznunk, mert a 18. század még nem nemzetben gondolkodott, hanem elsősorban és első helyen volt a vallási hovatartozás. Tehát voltak katolikusok, voltak protestánsok, voltak zsidók, voltak ortodoxok, és ez volt az első számú identitás meghatározó elem, hogy így mondjam, és csak ezután következett a nyelvi hovatartozás. Ezeken az első tanfolyamokon az oktatók német nyelvterületről érkeztek ide a térségbe, tehát akkor, amikor eldöntetett az, hogy Szabadkán már pedig a katolikusok számára tanítóképző tanfolyamot fognak indítani, akkor először is a megyét meglátogatta Mitterbacher Dániel, ő tanfelügyelőnek nevezhetnénk ugye abban a korban, és gyakorlatilag az ő dolga volt megbeszélni a részleteket a városatyákkal. Végül is az ő akarat ereje győzött, és megtörténhetett a tanítóképzésnek a beindítása. Német nyelvterületről, Bécsről érkezett két tanár, Hofbauer Jakab és Böck Ferenc, akik a majdani tanító jelölteket ugye kellett, hogy tanítsák itt Szabadkán, és az alapkönyv, amiből tanultak, abban az időben egyébként minden tanító képző tanfolyamon ebből a könyvből tanultak. Ez természetes, hogy német nyelvű volt, és Felbigár Ignácnak a könyvéről van szó, amit úgy hívtak, hogy Methodenbuch, és akkor még egy csomó kifejezés követi a címet. A Ratio Educationis jelentősége, hogy első ízben történt kísérlet az állam felügyelete alatt álló egységes hazai tanügyi rendszer létrehozására. A kötelező oktatás lehetősége akkor fogalmazódott meg először. És függetlenül attól, hogy azt mondta ki a törvény, hogy minden 6 éves
11-től 12 éves korig terjedő gyermeknek iskolába kell menni. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez nem valósulhatott meg, nem valósult meg, sőt az elkövetkező évtizedekben sem, sőt még a 20. században is tudjuk, hogy nagyon sokszor voltak olyan periódusok, amikor az írásbeliség elsajátítása, független attól, hogy ez kötelező volt, mégsem történt meg a lakosság minden rétegében. Nem szeptember 1-én kezdődött a tanítás, hanem sokkal később, és ebben szerepe volt annak, hogy tudjuk, hogy a gyerekeket azért a családok, különösen a szegényebb családok, ugye földművelésre is felhasználták, tehát voltak a földműveléssel kapcsolatos olyan munkálatok, amiket a gyerekek végeztek, és hát az iskola is ehhez igazodott. A tanítás ideje a falusi iskolákban. Kétségtelen az lenne kívánatos, hogy a falusi fiatalokat nyáron éppen úgy, mint a téli időszakban egyaránt kötelezzék az iskolai tanulásra, egészen addig, amíg el nem jutottak a mezőgazdasági munkák végzésére alkalmas életkorig. Ez azonban közülük nyilvánvalóan csak kevesektől remélhető. A szülők legtöbbje ugyanis még az 5-6 éves kort alig elért gyermekeiket is igénybe veszi a szántóföldön, a ház körüli munkákban és másféle foglalatosságokban. A dolog ezért úgy rendezendő el, hogy amikor a mezei munkák már befejeződtek, akkor arra kell kötelezni azokat az ifjakat, akikre a szülőknek már kevésbé van szükségük, hogy járjanak az iskolába, és a fentebb említett ismeretkörök tanulásával reggel 2 órán keresztül, valamint délután is ugyanennyi ideig foglalkozzanak. Hogy azonban a többi tanuló az alatt, amíg nem jár iskolába, ne felejts el mindazt, amit ott tanult, s hogy téli fáradozások összegyűjtött gyümölcseit nyáron szét ne szórják, ezért igen hasznos lesz, ha a tanító az ünnepnapokon és vasárnapokon a plébános által tartott hittanoktatás előtt vagy után összefoglalva átismételteti mindazt, amit a télen tanított. Mi mindent tanultak a gyerekek. Az oktatás területén a reformok nem csak arra vonatkoztak, hogy 6-tól 12 éves korig kötelező iskolába járni, hanem arra is vonatkoztak, hogy új tantárgyak jelentek meg, és egy kicsit a hangsúly itt valóban áttevődött a természettudományok felé, szemben azokkal a tantárgyakkal, amelyet az egyházi iskolákban sajátíthattak el a diákok, ahol volt egy kis írás, volt egy kis olvasás, egy kis számolás, és rengeteg hittan, tehát vallási tudnivaló, és az énekek is ugye arról szóltak, az énekórák is arról szóltak, hogy a templomi énekeket ugye sajátították el a diákokkal. Tehát ilyen értelemben is egy kimozdulás történik a ratio educationis meghozatala után, amennyiben úgymond a hasznos tudnivalókat kellett elsajátítani immár az iskolában, és ezek a hasznos tudnivalók azután hatással lehettek a gazdasági életben is, amikor a különböző ugye, gépeket elkezdték használni, és lehetővé tették, hogy a termelés és a termelékenység az gyarapodjék. Mennyi idő fordítandó a városi anyanyelvi iskolákban a tanításra? Ezekben az iskolákban délelőtt, nyáron a 7 órától 10 óráig, télen a 8 órától a 11 óráig, délután pedig mindig a 2 órától 4 óráig terjedő időt kell a tanításra fordítani. De ebben a tekintetben is ügyelnünk kell az iskolák elüljáróinak a helyi hagyományos szokásokra, és változatlanul kell hagyniuk a már régóta érvényben levő időbeosztást, ha az célszerűen van megállapítva. Ha viszont az nem ilyen, akkor megszüntetendő. Igen lényeges, hogy a gyermekek már kiskoruktól kezdve megszokják az ágyból való korai felkelést, az iskolai foglalatossághoz való előkészülést, az iskolába való elindulást, s a tanulás kedvező körülmények között való elkezdését, mégpedig már hajnalban, hiszen a hajnal kedveli a múzsákat.
Az oktatás körülményei már akkor is a mindenkori hatalomnak a tanítókhoz, tanításhoz való viszonyulását tükrözte. 1779-ben Szabadka megkapta a Szabad királyi város címet, az ünnepségre rengeteget költöttek, akár csak a Szent Teréz székesegyház építésére 1792-től. Pénz tehát volt, csak nem oktatásra. Két tanítóval indult meg a tanítóképzés Szabadkán. A következő évben még egy tanítót alkalmaztak, aki hát félig egyházi zenész volt, félig pedig a tanítóképzésben vett részt a zenei oktatást, a zenei nevelést ugye tanította a majdani tanítókkal, és azt is tudjuk, hogy a fizetéseik 100 forintot tettek ki havonta, sőt azt is tudjuk, hogy azok a helységek, amelyekben a normát beindították, ugyanis a norma volt az az általános iskolai forma, ahol a tanítók a gyakorlatokat elvégezhették, és ez a norma 4 éves kellett, hogy legyen, legalábbis az előírások értelmében. Most azt is tudjuk, hogy Szabadkán kezdetben csak 3 éves volt az a norma, ahol a tanítók ugye a gyakorlataikat elvégezhették, azután fölemelték 4 évre, aztán találkozunk a Kalapos király idején, tehát az 1890-es években olyan beadványokkal, amelyek arra irányultak, hogy a helytartó tanács engedélyezze, hogy Szabadkán ne 4 éves legyen a norma, hanem 3 éves. Tehát amint látjuk, voltak itt ugye nézeteltérések, és rengeteg volt a nehézség, kezdve az, hogy az első helységek, amelyekben a normát megnyitották. Van egy okirat, egy német nyelvű okirat, a helytartó tanácshoz írták, amelyben leírják a körülményeket arra vonatkozóan, hogy a gyerekek milyen körülmények között tanulnak, és hát nem mondjam, hogy egy lóistáló közelében volt az egyik tanterem, és ez a trágyaszag ugye belengte azt a tantermet, ahol a gyerekek ott voltak egész nap, hogy nem volt pad és nem volt asztal, hanem lent a földön ültek a gyerekek. A politikai viszonyok késleltették a ratio educationis megvalósítását. Hamarosan napirendre került egy új oktatási nevelési reformprogram elkészítése. Az 1806-ban megjelent új ratio educationis átfogó rendszerbe foglalta a korszak közoktatásügyét, és kijavította elődje több hibáját. Ahogy kutatók megfogalmazták, az első rációi az úttörés érdeme, a másodiké pedig a beteljesítés. Az igazi fellendülést a dualizmus kora hozta meg. Az 1867. évi kiegyezés értelmében a Habsburg monarchia dualista, azaz kétközpontú állammá, osztrák-magyar monarchiává alakult át. Eötvös József vallási és közoktatási miniszter legfontosabb feladatának a népiskolai törvényt és a tankötelezettséget tartotta. Kötelezővé tette minden 6-tól 12 éves korú gyermeknek az alapoktatást, bevezette az oktatás ingyenességét is. Az Eötvös nevéhez fűződő 1868-as évi népoktatási törvény előírta, hogy az állam 20 tanító képző intézetet létesítsen. Mi sem volt természetesebb, mint az, hogy a hagyományokkal már, a tanítóképzésben hagyományokkal már rendelkező Szabadkára esett a választás, amikor a történelmi Magyarország területén belül arról volt szó, hogy tanítónő képezdét is kell nyitni, az egyik a budai volt, a másik szabadkai. Szabadkán 1871. november 25-én alexandriai Szent Katalin napján kezdte meg munkáját a Magyar Állami Királyi Tanítónő képezde, bérelt épületben, a gyakorló elemi iskolával és az internátussal együtt. 1877-ig 4 generáció képesítőzött és 125 tanuló nyert tanítói oklevelet. Ettől számítottan van folyamatosan a város művelődési, közművelődési életében, oktatásában a tanítóképző, mint olyan, függetlenül attól, hogy a
az elkövetkező időkben, tehát az 1871-től számított időtől napjainkig, hát tudjuk, hogy többféle kísérlet történt arra vonatkozóan, hogy a tanítóképző mint olyan megszűnjék Szabadkán. Tekintettel arra, hogy ebben a tárgykörben a kutatások elején tartunk még, és hát természetesen eltökölt szándékom, hogy mint művelődéstörténet ennek a szabadkai tanítóképzésnek a monográfiáját majd elkészítsem, de azt már el lehet mondani, hogy erre vonatkozóan levéltári adatokat is fogunk tudni találni. Per pillanat a szabadkai levéltárban két hatalmas nagy köteg iratcsomót találhatunk, amelyek a tanítónő képezde történetét hát tartalmazzák, hogy így mondjam, 1875 és 1879 között. Működésének első 10 évében a Szabadka iskola megerősödött, tekintélyes intézetté vált, de mint 3 éves tanítóképző nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. 1881-ben a minisztérium az előkészítő osztály bevezetésével 4 évre emelte a tanítóképzést. A szabadkai tanítóképzés első 100 évéről kevés a levéltári adat. 1778-ból megvannak a jegyzőkönyvek, a városi jegyzőkönyvek, és ezeknek a jegyzőkönyveknek a bejegyzései, ezek természetesen tartalmazzák a Mitterbacherrel folytatott eszmecseréknek a lejegyzését is, és más egyéb tanítóképzésre és a ratio educationisra vonatkozó adatokat. Na most néhányan foglalkoztak a tanítóképzés történetével Szabadkán, vagy Szabadkára vonatkozóan, és itt mindenek előtt két ember nevét említeném, akik egyben a Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulatnak nagyon aktív tagjai voltak, ez pedig ugye Szabadka monográfusa Iványi István és Dudás Gyula, akinek viszont az 1896-ban kiadott kétkötetes egyetemes vármegyei monográfiát köszönhetjük, hiszen ő volt a főszerkesztője ennek a reprezentatív kiadványnak. És ugyanakkor el kell mondanunk azt is, hogy Dudás Gyula a 20. század elején a Bács-Bodrog vármegyei oktatásügy történetét is földolgozta egy külön könyv formájában. Mindezeket a kiadványokat természetesen a Történelmi Levéltárban itt Szabadkán is meg lehet találni, tehát bárki elmehet és megnézheti, hogy ezek a művelődéstörténészek ugye hogyan örökítették meg a tanítóképzés történetét Szabadkán. Arra kell törekedni, első, hogy mindegyik nemzetiség, amennyire ez kivihető, saját anyanyelvi iskolákkal rendelkezzék, és ezeket olyan tanítók vezessék, akik nem csak anyanyelvüket beszélik, hanem az országban szélesebb körben használt más nyelvekben is annyira járatosak, hogyha a helyzet úgy kívánja, azokat taníthassák. Második. Hogy ezt az iskolarendszert az összes állampolgárt egyenlőképpen figyelembe véve kell kialakítani, jól lehet azok különböző vallásúak. Hogy vallási megkülönböztetés nélkül egyformán szolgálja mindenkinek közös művelődését és a társadalom hasznát. Harmadik, hogy ennek a király által elrendelt oktatásnak a jótékony hatása egyenlőképpen kiterjedjen az állampolgároknak minden egyes rétegére, a falusiakra, a mezővárosiakra, a szabadkirályi városiakra, a megyék és a hadsereg tisztségviselőire, stb. Egyaránt. Jó helyre került, jó földbe került az a mag, amelyet 1778-ban elvetettek itt Szabadkán, mert hiszen ez biztosította az elkövetkező több mint 2 évszázadban azt, hogy Szabadkának mindig volt valamilyen formán tanító képzője, vagy olyan tanfolyamok, amelyeken tanítókat képeztek ki, és ez a hagyomány, ez volt a záloga annak, hogy végül is
minden nehézség ellenére, különösen amelyek a 20. század végén értek bennünket, végül is a magyar tannyelvű tanítóképzőkar megalakulhatott. Mert hagyománya volt, mert volt egy lámpás ott a múltból, ami hol erősebben, hol kevesebb fénnyel, de ott pislákolt a múltban, és erre a lámpásra mindig lehetett számítani, ezekre az alapokra, amelyet ezekben az időkben raktak le, ezekre mindig lehetett újraépíteni. A következő részben tanítónők visszaemlékezéseit láthatják december 14-én délután 16:30-kor a Pannon TV-ben.